Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. A három kérdőjeles jóslás. Mi az ő gondolata, hogyan érzi magát, és mit fog tenni? Ez egy általános kivetés, de megvan arra a lehetőség, hogy kérd tőlem ezt a jóslást, vagy egy másikat. A díjam minden jóslásnál 4000 forint. Védikus asztrológiával együtt 10000 forint. Ez a videó február 21-én jelenik meg. Ezen a napon Mars bolygó és Vénusz bolygó együtt hat. Ez jelenti a párkapcsolatot, hiszen Mars bolygó utal a férfiakra, Vénusz bolygó pedig utal ránk, hölgyekre. Itt lesz egy találkozás, közeledés, vagy egy új kezdet, egy új irány, terve. Ezzel szemben van a hold. A hold kihat az anyai érzelmekre, vagy vannak gyermekkori emlékek, de a hold jelenti az álmokat, a vágyakat, az érzelmeket is. Mivel Mars bolygó az egyik oldalon, és a hold a másik oldalon van, szemben vannak egymással, itt tükröződik valami. Azon kívül ez úgy hat ki most ránk, mint egy mérleg. Mérlegelni kell a dolgokat, kell a belső egyensúly, ne túl sokat, ne túl keveset, odafigyelni a másik érzelmeire, de beszélni kell a saját érzelmeinkről is. Kell az egyensúly. Ezen a napon február 21-én Merkur bolygó és Neptun bolygó egy jó kapcsolatban van. Merkur bolygó jelenti a beszélgetéseket, a szerződéseket. Neptun bolygó kihat az álmokra, vágyakra, az elképzelésekre, vagy jelentheti a művészi területeket is. Akkor ez egy jó időpont érzelmekről, álmokról, vágyakról beszélni. De Neptun bolygó az a misztikus. Olyan, mint egy fátyol, sok minden átláthatatlannak tűnik. Ha komoly beszélgetésekről, tárgyalásokról van szó, akkor nehéz ezen a napon tisztázni valamit. Sőt, az is lehet, hogy valaki be akar csapni téged, vagy Neptun bolygó jelentheti az alkohol problémákat, a kábítószert is, tehát lehet, hogy itt ezekről a dolgokról lesz beszélgetés. Mivel a kapcsolat jó a két bolygó között, akkor itt lehet bizonyos dolgokat rendezni. A politikai eseményeknél, ha van egy hír, vagy egy szerződés, akkor itt valami nagyon átláthatatlan, vagy az is lehet, hogy ez a hír nem az igazságot mondja ki, hogy becsapnak bennünket. Ezen a napon, február 21-én a hold a Pushya holdházban van, az indiai asztrológia szerint a rák jegyében. Ez jelenti az intuíciót, egy spirituális területet. Ez egy jó nap arra, hogy kezdjünk valami újat, hogy belevágjunk valamibe. Ez egy jó kezdet, ami szerencséhez vezet. És most megnézzük azt, hogy mit mutatnak a kártyák. Az ő gondolata, az itt látható. Itt ez a kép jelenti azt, hogy vannak nála fájdalmas emlékek. Vagy a múltjából, vagy lehet, hogy te megsértetted őt, és ő most visszahúzódó. Az is lehet, hogy ő sértett meg téged,
és nem tudja, hogyan kellene bocsánatot kérnie. Itt látható a kezében ez az arany érem, ez lehet az anyagi helyzet, előfordulhat, hogy az anyagiak miatt voltak félreértések. Ha pénzről van szó, akkor gyakran jelenti a munkahelyet is. Az is előfordulhat, hogy a munkahelyén sértette meg őt valaki. Amit ez az arany érem még jelent, ez a belső érték, a tisztelet, a megbecsülés, vagy ő nem kapja meg a megbecsülést, ezért szomorú, vagy ő nem becsült meg eddig téged, és ezt szeretné veled rendezni. Kicsit még várakozó, figyeli a dolgokat, a kis lépésekkel közeledik ugyan, de légy még türelmes. A második kérdés, milyenek az érzelmei? Itt döntésekről van szó, tulajdonképpen a kettes szám utal rád és őre, tehát a párkapcsolatra, ami a munkát illeti, jelenthet szerződéseket, vagy két lehetőséget, és nem tudja, hogyan tovább, kicsit vacillál. De azt is jelentheti a kártya, hogy ő úgy érzi, hogy te vagy bizonytalan, hogy nem bízol meg benne. Pedig ő esküszik itt valamire, és megbízhatsz a szavaiban. Ez a főpap jelenti azt is, hogy erősíti most a hitét, hogy hisz benned, hisz ebben a párkapcsolatban. Mit fog tenni? Ő kis lépésekkel közeledik hozzád. Megáll egy pillanatra, úgy figyeli a dolgokat, elgondolkozik minden felett, de érzi azt, hogy fontos, hogy legyen közeledés, és közeledik hozzád, átnyújtja számodra ezt az arany kelyhet, ami jelenti az ő érzelmeit, tehát nyitott érzelmekről beszélni. Az lehet, hogy ő megbántott téged a múltban, mert nem kaptad meg tőle az elismerést, de most átnyújtja a kelyhet, érzelmekről beszél, és elmondja azt, hogy az ő szemében te vagy itt az uralkodó nő, és megbecsül téged, felnéz rád. Mi fűz össze benneteket? Azt mutatja a magyar kártya, amit a férjem készített. Itt látható a rovás írás. Ez az E betű. Most elgondolkozhatsz azon, kinek a neve kezdődik E betűvel, vagy melyik fogalom jut eszedbe, vagy melyik város, melyik falu. Ezt leírhatod tulajdonképpen a kommentárban, ennek nagyon örülnék. Az E betű lehet Eger, vagy Evelyn, azon kívül egy fogalom, elegem van most ebből például. Ez jutott ilyen hirtelen eszembe, nem szép, de lehet, hogy valaki ebben a helyzetben van, és a régi írásmód az itt van, ennek van egy misztikus jelentése, azon kívül megnézhetjük, hogy mit mutat ez a régi írásmód? Én úgy értelmezném, hogy itt van az életutad, vagy az övé, itt van egy kis kanyar, elkerültök bizonyos dolgokat, de nem lehet ezt megakadályozni, hiszen ez a személy, vagy ez az esemény itt kereszteződik az életúton, így is, meg úgy is. Ezek lehetnek találkozások, vagy kihívások, ezeket meg kell oldani. Nem szabad most elkerülni bizonyos dolgokat. Elkerülni? Igen, az is E betűvel kezdődik. Még van egy meglepetés, mégpedig a napi energia, és ehhez kihúztam ezt a kártyát, ami azt jelenti, hogy tedd meg a lépéseidet,
hogy előre menjenek az események, de te döntesz, te írod ezt a könyvet, az élet utadat, hogyan alakuljon. És ne hagyd az, hogy mások irányítsanak téged, mert akkor olyan vagy, mint egy marionett, hanem te hoz bizonyos döntéseket. És ez volt a felvétel. Amennyiben tetszett a videó, örülnék annak, ha lájkolnád, vagy feljelentkeznél a csatornámra, a véleményedet leírhatod a kommentárba, vagy annak is örülnék, ha meglátogatnál a Facebook oldalamon Dendera Medici, vagy Dendera Susanna Medici, ahol naponta beszámolok a maja kalendáriumról. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!